Hazai oldalon Szijjártó István nem változtatott a Vasas elleni idegenbeli döntetlen alkalmával pályára küldött kezdőcsapaton, míg a nyeretlen Siófoknál három helyen is cserélődött a kezdő 11 a Budafok elleni pontosztaszkodást követően. A találkozó a látogatóknak indult jobban. A harmadik percben Kiprich és Elek Bence csatájában a hazai védőt látta szabálytalannak Csorba játékvezető, aki az eset után büntetőt ítélt. A labda mögé Petneházy állt, aki higgadtan értékesítette a 11-est. Sokáig nem örülhettek a vendégek, az ötödik percben egyenlített az Akvitál FC, Csillus jobboldali beadásánál középen Bolla elcsúszott, Tamás Nándorit senkitől sem zavartatva a hálóba lőtte a csákváriak egyenlítő találatát. A folytatásban a hazaiak dolgoztak ki mezőnyfölényt, de a siófoki ellentámadások sem voltak veszélytelenek. A tizedik percben egy szabadrúgás után Lorenz fejelte el keresztben a labdát a csákvári kapu előtt, majd a 18. percben Daróczi keverte meg cseleivel a siófoki védelmet, beadását azonban lehúzta Molnár kapus. A 28. percben Petneházy szabadrúgása után Gál életerős bólintását tolt a szögletre a fiatal Tóth Balázs, majd egy újabb pontrúgást követően Bolla durrantott mellé a 41. percben. Az első félidő utolsó percében egy remek Daróczi Bobál összjáték után Csillus kapta a labdát a jobb szélen, a védő lövése azonban elkerülte a siófoki kaput. Érdekes jelenettel indult a második félidő, egy siófoki mentést hazaadásnak ítélt meg a játékvezető, így 5 méterre a vendégkaputól közvetett szabadrugáshoz jutott a csákvár. A legurított labdát Bobál tűzte rá, a játékszer azonban Megyes hátáról a mezőnybe pattant. Az 51. percben újra Bobál volt a főszereplő, egy baloldali szögletet csúsztatott a kapu mellé. Az 59. percben Csillus jobboldali beadása után Simon, majd Daróczi is helyzetbe került, ám előbbi belsőzését blokkolták, utóbbi pedig mellé lőtte a lecsorgó labdát. A 82. percben Simon szabadrúgása került el kevéssel a hosszú felsőt, majd a 85. percben ismét a fiatal cserejátékos volt a főszereplő. Dulló indítása után Baranyai centerezett, a labda kis szerencsével Simon előtt kötött ki, lövését azonban a földön fekvő Fehér blokkolta. A 89. percben Daróczi ollózott a kapu mellé egy ide-oda pattogó labdát, az utolsó lehetőség pedig a vendégeké volt. A 93. percben Bolla középre lőtt labdája megpattant Csonkán, Tóth Balázs azonban résen volt a rövid saroknál. A vége 1-1 lett, a csákvári továbbra is veretlen, a Siófok pedig nyeretlen a bajnokságban.